Szabolőrinc, a bagoly. Kisfiam kieszelt, hogy van valahol egy mindenható, aki megbünteti a rossz, és csokoládét hoz, hogyha jó. A nagyurat el is nevezte. Bagoly, mondta ez a neve. De úgy látszik, rám is hasonlít, mert nagy kerek szemüvege van a bagolynak, Legalábbis így mesélgeti a gyerek. És akármi történik a házban, az mind a bagoly műve A bagoly vitte reggel engem, és estére ő vitt haza. A bagyot hívtuk, ha nem ízlett a gyereknek a vacsora. Slóci megtette ezt is, azt is, amit azelőtt semmiképp, csak azért, hogy bebizonyítsa a külön istene erejét. Nekem nem tetszett a bagoly, de tűrtem némán egy darabig. Tegnap azonban elővettem, s faggatni kezdtem a kicsit. Mond Lóci. Bagoly igazán van? hát. Ismered? Ismerem. De én nem tudok hinni benne, amíg nem látom, hogy milyen. Látni fogod. Jött tűzbe erre Lóci, s mérgesen otthagyott. És most a fejét tíz hosszú percig, gondolom, azon törte, hogy hogyan tudna meggyőzni engem. Mert végül is előszedett valami fiúk fenekéről egy régi, rossz szemüveget, Selentve, hogy a bagoly itt lesz, kiment az erkéjünkre, és már kiáltott is. Ugye látod? Itt van az ablaknál, benéz, épp rád néz, szemüvege is van, itt a bagoly. Elhallgatott, és én láttam, hogy csak ugyanott van a szemüveges alakot. Láttam Lócit átszellemülten, ahogy benézett. Komolyan és gőgösen, mint aki érzi, hogy rettentő szerepe van. Láttam Lócit tágult szemekkel sugarasan, mint egy szobor, és szaladtam a másik szobába a hírrel, hogy itt a bagoly. És Lóci, mire visszatértünk, már bent volt, ugrált, kacagott, és szemében ragyogott az Isten, aki a lelkében lakott.